Bieliczka to miasto górniczych szybów. Bieliczka obánya oknák, bánya hagyományok és a vallásosság városa. A Danilovics okna előtt vagyunk. Itt a bejárat a bánya megtekintéséhez összegyűlt turisták számára. A bieliczkai sóbánya nem csak turista útvonal, hanem bányászati tanösvény is, amely bevezet a bányászat titkaiba. Van itt egy működő gyógyhely és egy sólepárló a Szent Kinga barlangban. A bányának sokféle arculata van. Egy sajátos föld alatti város, amilyen nincs másutt a világon. Elmondhatjuk hát, hogy Bieliczka a legrégebbi lengyel nevezetesség és a legrégebbi bányaüzem Európában. Jesteśmy 135 méterrel a földfelszíne alatt vagyunk a bieliczkai bánya sókamráiban, melyek mikroklímája különleges gyógyhatással rendelkezik. Már 5-5-ször vagyunk itt, igyekszünk 2 évente eljönni és felső légúti betegségünket gyógyítani. Én igazán hatalmas javulást tapasztalok, mióta ide járunk. I mamy różne takie zabawy na oddychanie. Ćwiczenia mi się podobają dosyć i też nam się podobają zabawy i bajki. Az itteni mikroklíma jellemzői a levegő alacsony hőmérséklete, a légmozgás, a viszonylag magas páratartalom, valamint a negatív ionizáció. Mindez elengedhetetlen feltétele szervezetünk hibátlan működésének, végtére is a tengeri szélhez hasonló. Ez egy rehabilitációs program, amit külön a mi gyógyhelyünkre dolgoztak ki, összekötve az erőnlét fokozásával. A betegek korcsoportja 4 évestől kezdődik, felső határ nincs meghatározva, az egészségi állapottól függ. A fiam allergiájának gyógykezelése miatt jöttünk. Tetszik nekünk a hely, a fiam tollaslabdázik, teniszezik, sokkal jobban érzi magát. A gyógytornász feladata az első héten a beteg légzésének korrekciója. Meg kell tanítani őt a fizikai tevékenységgel kapcsolt helyes légzésre, mert számukra ez a legfontosabb. A paciensek napi 3-4 foglalkozáson vesznek részt a kórképtől függően. A sólepárló egy kökénygalyakkal töltött hatalmas faalkotmány. A sólepárló elsődleges feladata a só kinyerése. A legrégebbi, legismertebb sólepárló Csehocsinekben található. Itt hasonló elven létesültek kökénygalyakkal kitöltött magas falak. Ezekre szivattyúzzák fel a bányánkból nyert sóoldatot. Ott ereszcsatornák vannak, amelyekből finom barázdákon csörgedezik le a mikroszkópikus cseppekre szakadt sólé. Ennek következtében alakul ki a levegőben a gyógyító aeroszol, amit itt szabadon belélegezhetünk, kihasználhatjuk jótékony hatását. Jó beszívni a levegőt egészen a tüdő mélyére. A közérzetünk itt pompás. Lehet belélegezni, sóréteggel bevonni bőrünket. Valami szokatlan érzésem van, nem vártam ezt a hatást. A sólé, amelyből a gyógyhatású aeroszol képződik a sólepárlóban, 255 méter mélyről származik. A vizsgálatok kimutatták, hogy nem csak aeroszol terápiára lehet felhasználni, hanem gyógyfürdőnek is alkalmas. Ilyen irányban szeretnénk Bieliczkát fejleszteni. Ezen ásványvizek hatásmechanizmusa mindenekelőtt a légzőrendszer kiválasztó funkciójának fokozódásán alapul. Ennek köszönhetően fellazul mindaz, ami káros a légutakban. Megtisztulnak a nagyon gyakori és kellemetlen szennyeződésektől is, amelyek egyébként nem okoznak krónikus fertőzést, amivel gyakran küszködünk.
Úgy érzem magam, mintha tenger mellett lennék. Ez nagyon kellemes, pihentető. Érzem a levegő párateltségét. Egészen más az ilyen szag. 15 évvel ezelőtt voltam itt, akkor még ez nem volt. Sokat hallottam erről a sólepárlóról. A lányunokámnak kiütései támadtak, tehát eljöttünk és megnézzük, milyen ennek a hatása. Ma ideális körülményeink vannak az aeroszol terápiához a sólepárlónál. Az idő napos, elég szeles, emiatt a szél áthatol ezeken a falakon, és további aeroszol cseppeket képez. Ennek köszönhetően egyszerűen a szánkkal tudjuk megérezni az egészség ízét. Kohanovszki írta, az egészség ízét senki nem ismeri, de itt, Vielicskában tudjuk, hogy sós íze van.